Ebben a mai videóban arról lesz szó, hogy miért vagyunk álmosak és fáradtak étkezés után, és hogy hogyan szüntethetjük ezt meg. Szeretettel köszöntök mindenkit, itt Újhelyi Szabolcs Zoárt. Ha eszel, majd utána fáradt és álmos leszel, legszívesebben aludnál egyet, ez semmiképpen sem egy logikus állapot. Az ember ugye azért eszik, hogy energiát nyerjen, hogy újra erőre kapjon, tehát semmiképpen sem azért, hogy utána elfáradjon. Az egyik oka annak, hogy evés után fáradtak vagyunk, az a gyenge gyomorsav. Azaz a gyomrunk nem tudja megemészteni az ételeket, és az ott áll az étel a gyomorban jóval hosszabb ideig, mint kellene. A második, hogy a szénhidrátoknak és a fehérjéknek túlzottan nagy az aránya az elfogyasztott ételben, ha például kenyeret, tésztát, fehérjést, krumplit eszünk hússal és semmi zöldség, kevés zsíradék. Ilyenkor az történik, hogy a sok szénhidrát hatására hirtelen megnő a vérben a glükóz szintje, azonban nincs elegendő inzulin, vagy nem működik megfelelően az inzulin, ez ugye az inzulin rezisztencia, tehát a cukor és vele együtt a többi tápanyag nem tud bejutni a sejtekbe, tehát a sejtjeink éheznek, így fáradtnak érezzük magunkat. Az étkezés utáni éhségérzet az inzulin rezisztencia egyik biztos jele. A szénhidrátok hatással vannak arra is, hogy milyen aminosavak szívódjanak fel a testünkben. Az aminosavak pedig a hormonoknak a működésére vannak hatással, a hormonok termelődéséhez kellenek. A magas fehérje és szénhidrát bevitel megemeli az alvásért felelős melatonin szintjét is az agyban, így alakul ki ugye az álmosság érzete. Tehát a cukor és a szénhidrát felborítja a hormonok működését. Egy adag rántott hús, sült krumplival sokkal veszélyesebb az inzulin szint, a cukorbetegség és az elhízás szempontjából, mintha megennék egy adag somlói galuskát. Ebből a tényből egyébként látható az a tragédia is, ami a legtöbb hazai és nemzetközi ételben benne van, pörkölt nokedlivel, bolonyai spagetti, hamburger, hús rizssel, mind-mind egy nagy dózis szénhidrát és egy nagy adag fehérje. A harmadik lehetséges oka annak, hogy fáradtnak érezzük magunkat étkezések után, hogy a túl sok elfogyasztott étel hatására túlzottan felerősödik a paraszimpatikus, vagy más néven a vegetatív idegrendszer működése. Ez az idegrendszer felelős az emésztésért és a nyugalomért is, tehát túlzottan megnyugszunk. Az idegrendszer ezen része lesz ugye jobban aktív. Míg a szimpatikus funkciók, amelyek ugye a mindennapi aktivitásunkat működtetik, azok ugye visszaszorulnak. Más tényezők is előidézhetik az étkezés utáni fáradtságot, de a legtöbb összefüggésben van ezzel a három fő tényezővel, tehát a gyenge gyomorsav, a szénhidrát fehérjével nagy mennyiségben, és a túl sok étel bevitele következtében aktivizálódó paraszimpatikus idegrendszer. Mindezekből következtethetünk az első fontos lépésre, ha fáradtak vagyunk étkezések után, változtassuk meg a táplálkozásunkat, és a szénhidrátok helyett inkább több zsírt és zöldséget fogyasszunk. Ez kulcsfontosságú lépés, mert mindaddig, amíg 90% annak, amit elfogyasztunk, a szénhidrát és fehérje, a helyzet nem igazán fog megváltozni. Ezért is kávéznak ugye sokan, mert álmosak és fáradtak lesznek ebéd után, a kávé pedig ugye tovább rontja a helyzetet, azzal, hogy hosszú távon kimeríti a mellékveséket. Próbáld ki pár napig, ne egyél az ebédhez krumplit, rizst, tésztát, kenyeret, és helyettük vigyél be inkább sok zöldséget, nagy adag salátákat, brokkolit, fodroskát, káposztát, savanyú káposztát, salátaféléket, rukkolát, kelbimbót. A második teendő, ha étkezések után továbbra is fáradtak vagyunk, annak ellenére, hogy megemeltük a zöldség és zsírbevitel arányát a táplálkozásunkban, az a gyomorsav megerősítése. Ha nem elég erős ugye a gyomorsav, ha nincs elegendő enzim az emésztőrendszerben, az ételek nem fognak rendesen lebomlani, és jóval hosszabb ideig ugye ott fognak állni, illetve az étel emésztetlenül megy tovább a belegbe, amiből ugye puffadás, bélgázok, szíkrekedés és más emésztőrendszeri probléma alakul ki. A nem megfelelő étellebontás a legfőbb oka az ételallergiáknak, illetve a különböző ételintoleranciáknak. A különböző ételekben lévő anyagok közül az evés utáni fáradtságérzetet okozhatja a glutén, a lektinek, ezek olyan vegyületek, amelyek a növények védekezésük során termelnek, illetve más vegyületek is lehetnek.
Az enzim szintet növelhetjük emésztő enzimek pótlásával, nyomelemek bevitelével, mivel az enzimek termelődéséhez nyomelemekre van szükség. Nagyon jó a szüretlen almaecet, a savanyú káposzta, a homoktöv és a tőzegáfonya, a gyömbér és a betain hidroklorid, mely kapszula formában kapható általában együtt az enzimekkel. Nagyon fontos, hogy jól megrágjuk az ételeket, hogy minél kisebb darabokba érkezzenek meg ugye a gyomorban, illetve a gyomor pH értékének csökkentéséhez hasznos az időszakos böjtölés is. A harmadik fontos dolog, hogy ne együk túl magunkat. Az inzulin szintük nem csak a szénhidrátok hatására emelkedik, minden étel okoz valamilyen mértékű inzulin választ. Ha sokat eszünk, sok nagy terhet rakunk a gyomorra, hasnyálmirigyre, májra, az epére, a belekre, akkor ugye a testünknek energiát kell elvonnia máshonnan, hogy működtesse az emésztésért felelős szerveket. Tehát ha sokat eszünk, sok energiát fog elvonni ugye máshonnan, például az agyunktól, ami fáradtságérzetet eredményez. Inkább együnk keveset, de az tápláló legyen, vagy együnk sokat, de lassan például egy óra alatt vigyük be az ételt. Mivel a kevesebb étellel az emésztőrendszerek ugye könnyebben meg tud birkózni, nem terheljük le. A legtöbb esetben több tápanyagot, több aminosavat, több vitamint jelent végül a testünk számára, mintha háromszor annyit ettünk volna. A negyedik javaslatom a matetea fogyasztás. Ha úgy érzed, hogy mindenképpen szükséged van valamilyen turbóra ebéd után, akkor kávé helyett lényegesen jobb választás a yerba matetea. Matetea egy gyógynövény, melyet Dél-Amerikában termesztenek és fogyasztanak nagy mennyiségben, elsősorban Argentínában, Uruguayban és Paraguayban. A Mannavita webshopban sokféle matetea között lehet válogatni. A matetea egy lightosabb koffeint tartalmaz, ez a matein, amelynek van felpörgető hatása, de nincsenek olyan mellékhatásai, mint a koffeinnek, közel sem okoz akkora irritációt a gyomorban, mint a kávé. Fokozatosan adagolja a koffeint, nem sokkolja a testünket. Az ötödik javaslatom, hogy ne üljünk le étkezés után, inkább mozogjunk egy picit, például sétáljunk, vagy mozgassuk meg a végtagjainkat. A mozgás hatására beindul a vérkeringés, megnő az oxigén szintje, ami energiaszint növekedést jelent. Sokszor nem is kell egyébként hosszú ideig, elegendő egy pár percet mozogni egy keveset. Nem csak az étkezések utáni könnyed mozgással tudunk javítani a helyzeten, de a rendszeres heti testmozgás is segíthet hosszú távon. A rágózás, mint az állkapocs mozgatása is hatásos az étkezések utáni fáradtság csökkentéséhez. A hatodik és egyben utolsó, amivel hatással lehetünk az étkezések utáni fáradtság érzetre, az az alvásunk módja és mennyisége. Ha keveset alszunk az éjszaka során, megoldás jelent a délutáni alvás, számos mediterrán, trópusi, illetve egyenlítő közeli országon ugye jelenleg is van siesta. Az ember számára nem feltétlenül az a jó, ha egyben alszik 7-8 órát, a testünk regenerálódása szempontjából előnyösebb a két adagban történő alvás, egyszer éjszaka egy hosszabb ideig, egyszer pedig napközben egy rövidet, mondjuk egy órát. Figyeljük csak meg ugye a kisgyerekeket. Az ő szervezetük még ugye közelebb áll az ideális állapothoz. Jelenleg csak azért alszik a legtöbb ember egyszer a nap során, jellemzően ugye éjszaka, mert a 20. században kialakult életmódunk ezt kívánja meg, hiszen a legtöbben ugye munkába járnak, nem engedhetik meg ugye maguknak a kora délutáni alvást. Egyébként a 19. század végéig hazánkban is jelen volt a délutáni alvás, hiszen ugye nagyon sok embernek akkor még ugye nem kellett gyárba menni. Ha érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, oszd meg olyanokkal is, akiket érdekelhet ez a téma, akiket érdekelhet ez a probléma. Kíváncsi vagyok a saját tapasztalataidra ezzel a problémával kapcsolatban, írd meg a hozzászólásokban, mert ezzel másoknak is segíthetsz. Ha még nem vagy feliratkozva a csatornára, ne felejts el feliratkozni, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Köszönöm a figyelmed, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!